Ha tavasz, akkor megújulás, és ha megújulás, akkor egy picit gondolnunk kell azokra a dolgokra is, amik bizony évről évre már meg kell, hogy újuljanak. 30 év pedig nem kis idő, hogyha arról beszélünk, hogy a szociális gondoskodásban eltöltött idő mennyit is ér egy város életében. A Városi Szociális Közalapítvány tavasszal nem csak megújul, hanem jubileumot ül, és egy kettős ünneppel teszik ráadásul mindezt. Ebből az alkalomból hívtuk ide a stúdióba Horváth Attiláné Nellit, az alapítvány elnökét, és Sirkó László művész urat, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagját, és egyben egy gála szerkesztő rendezőjét. De hogy pontosan milyen gálaról beszélünk, ez is ki fog derülni a beszélgetésünkbe. Üdvözlöm Önöket itt a stúdióba. Mindketten mosolyognak, én tudom, hogy részben azért, mert hogyha visszagondolnak erre a 30 évre, akkor nagyon-nagyon sok szép pillanat jut az eszükbe. De tényleg, ha az alapítványról beszélünk, mik azok a momentumok, amik így egyből beugranak? Erről a számról is akár. Egyből beugrik, hogy 30 éve meg vagyunk, és 30 éve állunk a kecskemétiek szolgálatában, azoknak a szolgálatában, akik tőlünk segítséget kértek, vagy nem is kértek, de észrevettük, hogy tudunk segíteni valamit előbbre lépni az életükben. Tehát azt gondolom, hogy a 30 év évekig tartana, legalább mire felsorolnánk azokat a dolgokat, amit az alapítvány megtett ezen az úton. Én a magam 15 éve már szolgálok ebben a közösségben, és erről a 15 évről nyilván bővebben tudnék beszélni, de én szeretném megemlíteni az alapítókat, azt a városi, hanem a városi önkormányzatot, aki ezt megálmodta, és ezen kívül is név szerint Varga László tiszteletes urat, mert az ő ötlete volt, hogy egy ilyen alapítvány szülessen, ami gyakorlatilag a Kecskemét város szociális kérdésekben megnyújtott jobb keze. Bocsánat, hogy jobb kezének mondom magunkat, de én úgy gondolom, hogy igyekeztünk ennek a jobb kéznek a gazdája lenni, és ez szerint működni. Valóban a tavasz megújulása számunkra mindig is feladat volt, hogy ez ne csak tavasszal, hanem évközben is megtörténjen. Így a kezdeteknél, amikor még csak évente egy-két ember tudtak segélyezni vagy támogatni, csak egy dolog volt állandó, az pedig a gyermekekért gála. És ezért is ül mellettem Sirkó művész úr, aki kezdetektől fogva velem együtt így már megöregedett ebben a tekintetben. Tehát azt jelenti, hogy mindig megújultunk, mert mindig új dolgokat hoztunk. Először csak volt egy katasztrófa esetén egy-két embernek, vagy egy-két családnak a segély lehetőség. Aztán nyilván, ahogy a feladatok is nőttek, és egyre többet tudtunk átvenni a várostól, így minden évben valamivel bővítettük a lehetőségeinket. Nyilván ehhez az anyagi forrásra is szükség van. És hát a 30 éves jubileumunk alkalmából majd szeretnénk is köszönetet mondani azoknak, akik ez alatt a 30 év alatt a segíték kezüket nyújthatták, és azt adhattuk mi tovább. Természetesen mi mindig csak azt tudjuk továbbadni, amit mi kapunk. Gondolom, hogy ez egy elég hosszú lista lesz. Talán nem lesz olyan túl hosszú, mert egy egész este kellene rá, úgyhogy nem fogunk mindenkit tudni megemlíteni név szerint. De nyilván a fő segítőinket, akire mindig lehet számítani, azok ott lesznek. És nyilván, hogy őnekik meg fogjuk köszönni, és ezt az alkalmat is szeretném felhasználni arra, hogy köszönetet mondjak a rászorulóink nevében. És szerencsére van olyan most már magánszemély is, aki azért támogat bennünket. Tehát mik azok, amiket mi a 30 év alatt megújítottunk, hogy visszatérjünk a tavasz gondolatához. Megújítottuk azt, hogy látva azt, hogy a teremtési segélyek milyen mértékben ugrottak meg, a valaha 50-60 ezer forintból ma már eléri némelyik temetés összege a 700 ezret is. Tehát segítségre szorulnak még azok is, akik nem pontosan nagyon szegények. De azért egy váratlan halál esetében kifizetni, ez egy óriási összeg.
Azt is láttuk, hogy kell támogatni tűzifa ügyben. Ez most már évek óta mit csináljuk, mondhatni, hogy lassan 15 éve már a tűzifa támogatásában is részt veszünk, illetve hát alapvetően ez a feladat ránk hárul. És katasztrófa esetén mindig a mi feladatunk, de aztán volt ilyen, amikor oltásokban segítettünk, és ezeket koordináltuk, segítettük a mindenkor menekülteket, és mindazokat, akik időközben rászoltak. Meghonosítottuk az ösztöndíj pályázatot a gyerekeknek, meghonosítottuk az iskola kezdési pályázatot, az iskola kezdés támogatási pályázatát. Tehát sok mindent tettünk, amit mindig újra és újra. És most is van a tarsolyunkban, de ez most én még nem fedném fel ezt a titkot, de ebben az évben is lesz egy tavasz, ha nem is pontosan tavaszra fog esni. Figyelni kell a híradásokat, mert hogy beszámolunk majd róla, az biztos. Nyilván a média hasábjain azért lehetett találkozni az alapítvány tevékenységével, de én azt gondolom, hogy alapvetően azért az emberek az önök tevékenységének mégiscsak van egy szeglete, amit a leginkább kiszúrtak, láttak, ez pedig a gyermekek, a gyermekekért gála, ahol hát igazándiból tulajdonképpen bárki egy felsoroláson kívül ide támogatóvá válhat, úgyhogy szórakozik egy picit. Idén sem marad el a gála, jól tudom. Nem marad el idén sem, és ott tartunk, hogy Művész úr tud erről most már részletesen beszélni, sőt már ki tudtuk adni a részletes műsort is, és nagyon örülünk, hogy ezt idén is meg tudjuk tenni. Igaz, ez csak a 28-dik, mert a Covid ebben beleszólt, de azt hát azért gondolom, 28-szor összefogni a város fiataljait, ezért nem kis feladat, én úgy gondolom. Egy picit beszéljünk akkor tényleg a gyermekek, a gyermekekért gáláról. Miről szól ez a gála azok számára, akik mondjuk még nem hallottak róla, vagy nem látták? Egy picit azért adjunk egy képet a színfalak mögött, mi zajlik. Kicsiben arról szól, amit nagyban csinálnak a Nelliék, és kész sokkal gratulálok. Igen, közelről megtekinthettem ezt a munkát. Picit beleláttam ebbe, abba, amabba, és picit beleláttam ugye 28 éven keresztül ebbe a metszetbe, amit úgy nevezhetünk, hogy Kecskemét és környéke ifjúsága és annak élete. Látszik, hogy egyre többen és egyre jobbat akarnak mutatni. Nagyon nagy köszönet a felkészítőknek, a szülőknek, akik rettenetesen sokat vállalnak magukra, hogy a gyerek mindig odaérjen, ahová kell. Tessenek belegondolni, kedves leendő nézőink, hogy ahhoz, hogy egy táncprodukció egy csoportban összejöjjön, az a 4 perces, 4,5 perces mű, ahhoz minden egyes személynek ott kell lenni minden egyes próbán, mert a koreográfus, a művészeti egység vezetője, az kihullatja a haját, hogyha nem vesznek részt időben a fiatalok. Következésképpen a nagyon pontos munka. És ez nem csak egy-egy ilyen egységnél, hanem mind a 30-nál, akit én végig látogatok, akit helyben megnézek, eldöntöm, hogy színpadképes-e az illető produkció, tudok-e rajta segíteni, ha nem az, vagy alapjaiban nem való nagy színpadra. Ugye a színpadnak törvényei vannak, tehát ezt nem lehet, hogy én rossz helyzetbe hozzam, vagy a felkészítő pedagógust, vagy a gyerekeket. Tehát döntéskényszerben vagyok. Ha félre sikerült eldönteni, hogy mit láttam és jó-e, akkor össze lehet rakni, akkor jön a szerkesztő úr, ugye, aki eldönti a végeredményt, hogy mi, hova, milyen körülmények között kerül, és van az egy, azaz egy darab próbánk aznap, amit fejben megcsináltunk ezzel a rengeteg emberrel, azt egy nap alatt színpadra rakjuk, és délután, jelen esetben itt a tavasz kellős közepén, április 17-én délután 5 órakor megmutatjuk a kedves közönségnek. A város fiataljai szerepelnek. Én azt gondolnám, de ez az én első gondolatom, hogy
Ilyenkor azért mindenki teper, hogy bekerülhessen a műsorba. Ez így van? Tehát szeretnek jelentkezni a városiskolásai? Jaj, nagyon, 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 és a szívem szakad meg, ha véletlenül azt kell mondanom, hogy abszolút nem, tehát hogy javíthatatlan. De azt, amit én a tekintetekben látok, nem véletlenül mosolyogtunk mi az elején, mind a ketten. Elég rájuk gondolni, arra kis akarásokra, azokra drukkokra, ahogy ők erre készülnek. És főleg, amikor én elmondom nekik, hogy tudjátok-e, hogy miért, vagy elmondták-e nektek, hogy miért vagyok itt. És hát olyan bizonytalanok, meg hát, és akkor elmondom, hogy mi a gyermekek. A gyermekekért, hogy ezt valaki annak idején igen okosan kitalálta, hogy mi gyerekek, mert ilyenkor ugye én is oda számítom magam, összehozzuk, összerakjuk, amit tudunk, és ennek a hozadéka segíti meg karácsonykor, általában akkor szoktunk segíteni olyan elesett családokon, ahol az is probléma, hogy 2 darab szaloncukor kerüljön a fa alá. Na itt aztán megcsillannak a szemek, és mindenki megérti, hogy ő is részese annak az adni tudásnak, adni akarásnak, amit mi gyermekek a gyermekekért koncertnek nevezünk. Hány gyermek lép fel idén? Mennyien kerülhetnek föl a színpadra? Kicsit hazudós vagyok, mert ha azt mondom, hogy 285, akkor nagyjából stimmel, hogy kiket látunk a színpadon. De tessenek belegondolni az iménti mondataimba, hogy hány ember, aki felkészít, hány ember, aki utaztat, úgyhogy lélekben 600-an vagyunk a színpadon, de volt olyan év, és emlékezzetek rá, hogy 500 fölötti létszámunk volt, de ugye akkor a nagy kórusok ráértek. Most például megtörtént, hogy egy kórusfesztivál van ugyanabban az időben, és ne csodálkozzunk, ha Salzburgba utazik az együttes, és nem ezt választotta. Pedig éveken keresztül jelen voltak, és most is köszönet nekik, mert komolyan vette mindenki. Tehát a legkomolyabb, legnehezebb időszakokban is ezt komolyan vették, jelen voltak, és csak köszönni tudok a felkészítőknek, és az engem segítő pedagógusnak és szülőknek. Gondolom, hogy mindenféle színe és formája a művészeteknek megjelenik majd. Így van. A tánctól kezdve a zenei előadáson át a próza is lesz? Minden. Isten igazából nem is tudnék gyorsan olyan műfajt mondani, ami ne jelenne meg. És nem minden áron. Tehát nagyon sokat törtem a fejemet. Egy titkot azért elárulok. Az elejére szerkesztettem azokból az anyagokból, amikkel jelentkeztek, tehát nem tömtem meg én magam semmi egyébbel, amit ők akartak mutatni, és egy picit a popfesztivál évfordulóról, mint én a pályámon 50 éves vagyok, a popfesztivál is 50 éves. És azokat a dalokat, amik a popfesztivál első pillanataiban megszólalnak, felrakom a nyitó képsorba, és azokat a számokat, amiket én fiatal koromban segédszínészként itt énekeltem, választották gyerekek, és el tudják énekelni. Egészen furcsa érzés, úgyhogy nagyon drukkolok, hogy jó sikerüljön. Őszinte leszek, tetszik, amikor művész úrnak is megcsillan a pajkos gyermek a szemében. Én biztos vagyok benne, hogy a gála során is fogjuk ezt látni, és április 17-én nagyon sokan lesznek erre kíváncsiak. Egyetlen egy nagyon rövidke kis kérdésre maradt időm. Van még jegy, lehet még vásárolni? Még lehet, bár nem túl sok. Szerencsére nagyon jól állunk. A Kecskeméti Katona József Színház pénztárában, és a Malomban is van a pénztára a színháznak. Ezen a két helyen lehet vásárolni még jegyeket, és hát szeretnénk is, ha minél többen ott lennének. Azt reméljük, hogy az az évi 2000 család, akit évről évre különböző családokat, különböző személyeket segítünk, azok közül is többen el fognak tudni majd jönni erre az alkalomra, mert őket is szívesen látjuk és szeretettel látjuk. És azokat a gyermekeket is, akik ezzel alatt a 28 év alatt, ami már több ezer főre tehető, közülük is többeket ott láthatunk a nézőtéren.
és megköszönjük mindenkinek, aki segítette a mi munkánkat, és ezáltal segítségére volt a kecskeméti családoknak, akik éppenséggel pontosan akkor, amikor kellett, akkor rászorultak voltak, és segítséget kaptak általunk. Kapjanak sokan, és azért attól függetlenül se feledjük, hogy a Városi Szociális Közalapítványra lehet gondolni évközben, és nem csak a gála során, de azért azt gondolom, hogy nem érdemes lemaradni róla, úgyhogy csak mi ott leszünk, december, vagy legalábbis igyekszünk majd, és hát reméljük, hogy sokan április 17-én. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a stúdióba. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük a lehetőséget.